Pimp Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok, megnéztük a Déméter utolsó útját. Last voyage of the Demeter. Így van, ezt a Gyuri ilyen szereti ilyen franciásan mondani, voyage. Voyage, voyage. De nem tudom, hogy ilyen jól hangzik ez a szó. Igen, azért, mert jól hangzik. Ja, franc, sajnálatos ezt beismerni, de nagyon sok minden jól hangzik franciául. Vannak nagyon szép franciául. Kék áramkodni. Yeah. Amint azt a Merovingi elmondta nekik. Nem tudom, hogy miért nem került ez a mozikba ez a film. Így általában véve ilyen tanástalanságot láttam cikkekben, de talán egyikötök le is jut, amikor ennek a trélerével foglalkoztunk, és már amikor a trélerével foglalkoztunk, akkor is elmondtunk egy csomó dolgot erről a filmről, de hát most akkor megnéztük, és sikerült levonni pár tanulságot. Nem beszéltünk semmit a Gyurival erről, úgyhogy most itt a szemed csillogásából próbáltam kiszűrni, tetszett-e neki. Először te. Mondjam, mindig én. Hát fura volt nekem. Azt sejtettük a trailernél, hogy ez egy ilyen állatiasabb Dracula, és hogy nem valószínű, hogy sokat fog beszélni, és hát valóban nem. Szóval ezt kaptuk, és hogy akkor rögtön erre a karakterre ugrok, vagy hogy ez úgy meghatározta nekem ezt a filmet, bármennyire is volt jó hangulata, hogy hát a gonosz. Tehát, hogy volt nekünk egy Gary Oldman Drakulánk, és hogy most nem azt mondtam, ja. Ja, de az valószínűleg a legfélelmetesebb, amiatt, hogy egy öreg ember. Hát persze. Egy múmia, annyira gusztustan, hogy beszél. Meg jó, most nem feltétlenül azt vártuk, hogy itt moralizáljon ez a Drakula, de hogy nekem a Drakula az egy eleven húsvér, az nem egy szörny. Több, mint egy szörny. Ez itt egy szörny volt azért alapvetően, és hogy akkor ezt tudtuk, sejtettük, és az is lett, ez kicsit kivont nekem ebből. Aztán nyilván hogy ezt már beszéltünk róla, és ketten nagyon ügyesen után néztetek, vagy talán többen is, hogy azért volt itt az Oxfordon egy-két színesből, után kettő ebben az időszakban, vagy nem tudom, melyik egyetemre járt ez a tartalma. 2-3 volt, az első kettő, aki volt, az kb. Nem végezte el csak oda járatot, és akkor mit tenni? Valamikor ez időtájt végezel egy csávó. Tudjátok, azért az fura nekem, hogy ott vagyunk a hajón, és hogy egy kicsit azért hiteltelen, hogy arról beszél, hogy hú, most ő nem kéri a részesedését, mert ő az életnek a mélységeit kutatja, és hogy tudjátok, srácok, hogy mitől, de hogy ti is így vagytok ebben, nem, hogy azért... És senki nincs így vele. Senki nincs így vele, és leköpnék kb. Meg minden, de jó, tök mindegy, egyébként nem rossz ez a karakter. Nem volt, igen. Tehát hogy nem elhihető nekünk. Amerikában valószínűleg ez fel se tűnik. Az amerikaiaknak ma már, mert amúgy is így gyártják már a filmeket, hogy mindenhova oda rakják őket, de egyébként a csávó nem volt woke. Tehát nem verte a mellét, nem volt mai, nem volt gettó, hanem úgy elhitted őt, egy full normális csávó. Igen, meg egyébként ilyen nagyon civilizáltat adott, tehát egy ilyen orvostan. És tudod, mi ment ő rajta? Az, hogy a woke az inkább a női szereplőn keresztül van ott, és a lehető legfinomabb módon. Tehát ilyen finoman még nem láttam ezt, a woman empowerment-et. Mert nyilván, mert itt van egy női karakter, aki igazából ő is csak egy áldozat valahol, tehát hogy nem ő egy senki, de hogy minden szituációban ő mondja meg a tutit, ő tudja, hogy kell a fegyvert betölteni, mindenkit ő ment meg minden helyzetben, egyszerűen ő minden szituációban jól dönt. Tehát ő egy ilyen tökéletes teremtmény. Tény. Igen. És ezért sem tűnt a csávó egyébként. Mert a csávó úgy egy reális, esendő valaki, tudod. Igen. Tehát hogy egy igazi ember. Ez tény. Hát ami még jó volt, vagy ami tetszett nekem, és ami hangulatot ad egy ilyen filmhez, az az, amit én most úgy hívok, hogy 8. utas a halál effektus, vagy szindróma, nem szindróma, szubzsánernek is lehetne nevezni, hogy van egy hajó, űrhajó, bármilyen hajó, azon van egy gonosz entitás, űrlény, akárki. Ez az összezártság. És az, hogy nincs kiút. Nincs kiút, és tizedelődik a... És tizedelődik, és igen. Egyébként ezt a csúcsra furcsa módon egy liftes film járatta, ugye az, amiben az ördög ott van a liftben, és nem tudjuk, hogy jó, melyik. Jó, elmondom neked, hogy én ezt évekkel később megnéztem. Igen. Mi annak a címe? Nem tudom, nem emlékszem, pedig az tök jó volt. Én azt szerettem. Nekem az tetszett az a film. Amikor az öreg néni az ördög. Igen, tudom. The Horse, the Lion. De hogy az mekkora egy szar. Nekem tetszett. Elsőre nekem is tetszett, aztán amikor évekkel később megnéztem, azt mondom, hogy ez borzaszt. Hát lehet, ja. Na mindegy. Szóval az egy M. Night Shyamalan. Az egy M. Night Shyamalan film, talán igen. Igen, lehet. És abban van a Tom Hardy klón. Így van, abban tényleg a Tom Hardy klón. Tom Hardy klón egy majdnem teljesen. Hát tudják ezt a népek itt, az a kötőjeles nevű, a Logan Green. Vagy az Oblivionban, vagy a Prometheusban. Prometheusban van. Valami Logan valaki. Tök mindegy. Na, szóval értitek, az összezártság. Jó, úgyhogy mondom, ilyen plusz-minusz jelek vannak bennem.
nem fogom én ezt annyira újra nézni, vagy nem tudom mikor, mondd el te, hogy mi a véleményed. Én imádtam. Imádtad? Annyira jó volt. Na, tök jó. Annyira akkor... szépen lassan épül a film, ja. Olyan koszos, az elején még találkozunk a románokkal, akik ilyen parasztok, de hogy ott van bennük a rettegés ettől a... Az biztos. A jelétől, a Dracula jelét meglátják, és összefossák magukat. És tudod, annyira vészjósló az egész. Ja, és elindul az a hajó, és ott már nincs segítség, egyébként a hajó gyönyörű. Az tény, hatalmas, gyönyörű, annyira jól néz ki, hogy elhagyja a kikötőt, tehát hogy hirtelen visszamegyek az időbe, és ez tök jó, és nem zökkentett ebből ki a srác, a fekete srác. Ja, ja. Mondom, a csaj egy kicsit, de még ő is annyira, ja. Tehát nincs túl tolva, hanem én észrevétlenül van odarakva a tökéletes nő megint. Se a fehér fogaid nem zökkentettek ki, nem ami kiszedtem. Ja, szokásos. Ja, igen, ami a, igen, amikor, imádom, amikor visszamegyünk 30 ezer évet az időbe. Ja, kajak ősemberek közé, ja. És mindenki úgy néz ki, mint az Irina Sajk, és mindenkinek ja. Hollywoodi fogsora van. Sajk, igen, igen. Igen. Miért, hogy kell mondani ja. a Sajkot? Nem tudom egyébként, szerintem sejt. Tökéletes felé, Sykes. Sykes, szerintem sejt, de nem csak úgy, nem, tetszik. Tetszik, nem is gúnyolod. Szájla kiejtés. Tetszett, hát most ennyi. Na, az igen. A lényeg az, hogy szerintem ez a film rohadt jól néz ki. Jó, jó. Nagyon tetszenek benne az emberek. Jó az, hogy nem dur bele egyből elszabadul a Dracula. Az már igen, korán látunk belőle részleteket, de az első alkalom, amikor meglátjuk, az annyira félelmetes. A távcsőbe? A távcsőbe, meg amikor ott csak így félig a sötétben ott áll kint a hajón. Néha. Úristen, ablá. Igen, igen. Az igen, nagyon igen. Jó. Ez jó. De kicsit túl sokat mutatják azért így ezzel együtt is, tehát hogy én még elnyújtottam volna. De jó az, hogy vannak állatok a hajón, és hogy először az állatokat kezdi el tizedelni a Dracula. És mindig a kutya egyébként, horrorfilmekben imádom a kutyákat. Igen. Mindig szerencsétlen kutya veszi először észre az alient, hogy a tököm tudja mind. És annyira rossz az, amikor a kutya elkezd félni, nem? Yeah. Minden ilyen filmben az olyan szörnyű. Akkor szűköl. Igen. Ez tény. Igen. Szóval ez nagyon tetszik ebben a filmben, továbbá a hangzás világa nagyon jó. Tehát valahányszor fölmásznak az árbóc vitorlára, hogy süvít a szél, vagy amikor lent vagyunk a hajó testben, olyan atmoszférikus, nagyon mindent jó. Hallasz. Az utolsó retkes fingot is lehet hallani a hátsó deckből. Szóval, hogy van pro és kontra, sokkal rosszabbra számítottam, illetve féltem attól, hogy egy rettentő vagyatlan, hentelős Dracula film lesz. Nem mondom azt, hogy volt túl sok mélysége a Draculának, de azért néha megszólalt, és az egyébként félelmetes volt. Egyetlen egy dolog van, és ez szerintem nem durva spoiler, úgyhogy ezt nyugodtan elmondom. Nem igazán hat a Draculára ebbe a filmbe a vallás, a vallási, nem tudom, feszületek, és ez zavar. Tehát, hogy mert azért ez a Bram Stoker, ja, ezen ez a könyv, tehát a könyvben van, az eredeti könyvben van, azt tudom, ugye benne csak... ez, hogy a kapitány naplója, és akkor ez ja, talán egy fejezet, vagy nem is tudom mennyi. Nem tudtam, hogy ez a film is azt igen. Teszi. Ugye igen. A másik drakulás film, az Anthony Hopkinsosban, kb. 30 másodpercben, vagy még annyi se, az olyan elmondják, hogy a hajó át kell Várnából, igen. És hogy ott tünedeznek el, ott is van valami említés, hogy ott is. Igen, meg van egy jelenet, amikor így kiemelkedik a koporsójából a hajón. Igen, ott álmodik, fiatalon. Vagy nem is tudom. Igen, igen álmodik is, van. Igen, meg ilyesmi, ez jó. Igen, igen de szóval én azért azt szerettem volna látni, hogy a vallási dolgok hatnak a Draculára. Mert hogy, tehát hogy számomra elhihetőbb egy ilyen gonosz, vagy hogy mondjam, elhihetőbb a vallás, hogyha hat az ilyen gonoszra. Persze, persze. És igazából erre a Draculára ki, mi hat egyedül a vallás, nem? Hát igen, az az alapja irodalmilag, igen. De meg a fény, a napfény. Ez is ettől el lehet. Egyébként még csak annyit hadd mondjak, hogy ezt most nem akarom jobban kibontani, de a vámpírokra gyakorolt hatása a napfénynek ebben a filmben, pazar. Hát igen. Szerintem pazar és vérfagyasztó. Itt olyan halál is történik, amit nem sok film húz meg. Mm-hmm. Ezt most nem akarom, ezt csak akarom jobban kibontani. Igen. Nagyon váratlan és szomorú, és az, amitől ez felnőtt a film, egyébként nem megmarad egy sima horrornak, tehát hogy nem sikerül olyan magasságba menni, de azért meghúz olyan dolgokat, amiknek én így egyébként örülök, mert hogy egy horrorfilmben kb. Ilyeneket akarok látni. Mm-hmm. És még egy embert, illetve két embert ki kell, hogy emeljek. Az egyik, ugye te nagyon szereted az Onion Knight-ot a Trónok harcából, igen, az ő hangját, igen, de van még egy csávó, akitek hallottuk a hangját a trailerbe, és én a trailerbe azt, ami elhangzik, én az Onion Knight-nak tudósítottam. Én azt hittem, hogy ő mondja azt, hogy evil is on board, powerful evil. Ja, ja. És egy másik csávó mondja azt, hogy powerful evil, és annyira viccesen hangzik, az a csávó kurva jó. És még egy dolog, megnéztem azt, hogy ki a Dracula, és hát ez a csávó, ez az egyik legfélelmetesebb ember, amit életemben láttam. Tényleg, na, ezt nem láttam. A testalkata, az megdöbbentő. Tehát ilyen,
hiszem 2 méter, nem tudom hány centi, de olyan vékony, mint az állat, és emiatt olyan amorf dolgokat tud csinálni a testével, hogy beszarsz, és megnéztem a renoméját, és 1 millió ismert horror figurát játszik a csávó, pont emiatt, hogy például a Mother-ben, azt hiszem, vagy Mama, az is jaj, nagyon sok, az a hosszú kezű, aki, ilyen nyeklő-nyakló tolga. Jaj, de rossz, az valami top 10-es. Az beraktuk egy top 10-esbe, az milyen, az a gang. Igen, az a hang, az ágyalóláte. Basszus. Nagyon elsírtuk magunkat. Na szóval ez a csáva mondjuk olyan félelmetes, hogy ez nem igaz. Nem csodálom, hogy ő játsza. Igen, igen. Amúgy ugye említetted már korábban is, talán trailer alatt is a Dust Mike ilyentől, hogy érdekes volt, és ezt te mondtad még korábban, hogy nem lehet, hát talán ennyit említettél nekem, hogy nem lehet őt így fölismerni, vagy nem is azt mondom, hogy nem láttad még ilyennek. Teljesen más karaktert játszik, mint amit igen, van. Igen, igen. Képzeljétek el, velem az volt, hogy nekem meg kellett néznem az IMDb-ből most, mert én úgy emlékszem, hogy ebben a Dust Mike-en, és ez a Dust Mike-en, és meg az, hogy most hogy tényleg ő az? Igen, mert a Dust Mike-en az a Batman-ben a paranoid, skizofréniás, akkor a Prisoners-be egy jelmebeteg sorozatgyilkos szerű figura. Ja. Tehát, hogy ő egy iszonyat pszichopata fejű csávó, és mindig rosszakat alakít. Igen. És így nagyon nagy kérdés volt bennem, hogy ő most mi lesz igen, itt. Igen, igen. És ő csak egy random lengyel. Igen. Első tiszt egyébként. Egy volt. Egy teljesen más figura. Tehát, igen, mint hogyha nem igen, is olyan. Bravo egyébként. És mit ott a szöget a fejembe, hogy vajon, és egy milyen jó kvízkérdés lenne, meg tudod-e mondani a Batmanbe az ottani nevét? Ennek a karakternek a nevét, mert mondják. De most próbálom nagyon visszaidézni magam. He's a paranoid schizophrenic. What do you expect to learn from him? Most nem jut eszembe a neve. Úristen, mondják a nevét, és olyan karakteres neve van. De nem jut eszembe? Valamelyik kötök írja be, és közte, aki beírja, a között kisorsolunk. Nem, akik beírják, a között kisorsolunk egy mit? Valami sorsunk ki. Kisorsunk egy nyakát. Menő hollywoodi színésznő. Nagyon szép. Gyuri, mi lóg a nyakadba, azt sorsoljuk ki. És miért van a nyakadba ez? Ott felejtetted? Ez egy Transformers eszköz. Igen. Amiben USB-sel lehet csatlakoztatni. És szexképek vannak rajta. Nagyon szép. Nagyon kedvesek nekem, és nem akarom letenni. Akkor sem. Ezt fogjuk kisorsolni, aki beírja a nevét, a basszus, nem jut eszembe a neve. Cseszd meg, pedig ezt most be akartam mondani, de nem. Nem, mert ez Magyarország legőszintébb csatorná, és itt nem most fog, mi a neve fog ilyeneket becsalni. Most miért kell élő adásba ilyeneket? Sajnálom, nem élő adás amúgy, de élő. Egyébként azt hiszem nem is volt vágás, se nem köhögtem, se nem böfögtem, nem volt semmi eddig, tök durva. Jó, na. Szóval nekem nagyon tetszett ez a film, nagyon kellemes volt. Én ezt még meg fogom nézni. Természetesen angolul néztem, nem tudom, hogy milyen lett volna magyarul, de angolul jó volt, és a film leges legvége az a kedvencem. Az a legjobb horror, a leges legvége. Az fergeteges. Nem mondjuk el. Nem mondjuk el. Nektek. Nézzétek meg, találjátok rá, és akkor írjátok le véleményeteket arról, hogy miként áll ma egyébként a horror szerintetek. És ez még tök jól lehet folytatni ezt a filmet. Ja, ahogy egyébként igen. Igen, igen, az tény, az tény. És reméljük, hogy lesz folytatása ennek. Amit biztosan állíthatunk, hogy egy csomó másik videóval érkezünk most. Most egyébként talán ti nem érzékeltétek, bár szerintem azért egy kicsit igen. Most nem nagyon volt adásunk, heti talán csak egy tudott itt jönni, ilyen-olyan okokból kifolyólag, egészségügyi sérülések, stb. Nem baj, most fölveszünk egy csomó mindent, és most azért érkeznek vidik. Sajnálatos módon azért azt elmondom, és ezt most elmerem mondani, mert tudom, hogy ez a videó most fog kijönni, nem pedig hónapokkal később, hogy a Dűne tolódik. Szóval a Dűnét elveszítjük erre az évre, miatt a hülye sztrájk miatt, vagy egy tök minős hülye, nem hülye, majd beszélni. De ettől még a Geekon az változatlan a fennáll, és oda megyünk. És ilyen, ott a Dűnéről fogunk majd beszélni majd novemberben, majd még addig meglebegtetem, meg még párszor belinkelem az elérhetőségét, azt, hogy hol lesz. De meg azelőtt lesz egy live, és akkor mindenki beszél még erről. Hanem viszont a pécsi közönségtalit, ami a premierre lett volna összekötve, az átrújjuk a jövő év márciusára. Csak ne tolják el még egyszer elmi. Hát remélem, hogy nem, azért az már durván. Végülként a Dűne egyet is eltolták. Hát de azért jó, az a kardinálisabb oka volt, igen. Ja, tehát ja. Az, hogy mindegy. A moziba kellett menjen. Jó, na, emberek, ennyi. Várjuk a kommentjeiteket e film kapcsán is, meg bármi más óhaj, sóhaj, panasz, igény. És akkor jövünk vissza, nem sokára itt találkozunk. Sziasztok.